Na, akkor még egyszer. Szóval most az Észkedék nevű játékkal fogunk játszani. Hát ez most csak úgy működik, mi ez egy doszos játék 1992-ből, hogy egy, szép, hogy egy doszos emulátorral fogjuk használni. Itt a képernyőn is majd mutatom, ez a DOSBox. Ez egy nagyon jó kis játék. Először is, ugye, meg kell neki mutatni, hogy hol vannak a játékok, ez eddig oké. Ó, hát majd a doszról lehet, hogy később évben fogok mesélni, lehet, hogy nem, de egy dióhéjban csak gyorsan, de hát azért még 1992-ben még a Windows nem volt annyira elterjedt, sőt, tehát számból ugyan létezett már, de a 3.1-es, de nem mint operációs rendszer, csak mint egy kiegészítő program a gépen, és akkoriban még ugye, aki gépet vett, az egy nagyjából értett is hozzá, tehát nem ilyet meg amikor csak egy ilyen parancsolt látott. Nem, hanem ugye ismerősek voltak a DOS parancsok, könyvtárkilistázás D-vel, könyvtárváltás CD-vel, és még voltak ugye a könyvtártörés, könyvtár létrehozás, de hát az, arra most itt nincs szükségünk. Hát jó, nyilván voltak akkoriban is kétpontos fájlkezelők, meg életet megkönnyítő dolgok, Norton Commandernek hasonlók, de hát most arra sincs szükség egyébként, aztán egy Volkov Commander még van is rajta. De indítsuk el a játékot. Hát igen, szóval így indul el. Hát igen, ez hogyha most Hercules kártya nevleg beállítva. Ja, scrollokkal le lehet venni a zenét, mint tudjátok, azt most meg is teszem, hogy halljatok engem is, ugye? Akkor itt írja is, hogy az alapötlet az miatta, a Kerékbár című műsor az MTV-n. De egyébként nagyjából, hogy annyit kell tudni, az egy... Nem sokáig működt ez a műsor, mert ez körülbelül ez a... Megpróbálták lekoppintani az a Szerencsekerék című műsort, ilyen Vágó István vezette egyébként, és akkor ilyen... Kicsit ilyen fapadosan Szerencsekereket, de aztán utána megvették a licenszet az eredetit, és onnastól kezdve meg már az ment. Tehát akkor ez a műsor megszűnt, de... És az a lényeg, hogy különböző feladványokat kell kitalálni, közmondás, szólás, egyebek. Magánhangzókért lehet a szerencsekereket megpörgetni. Ha eltaláltad, pontot kapsz érte, amelyet kipörgettél. Ha van már pontod, akkor 10%-ért magánhangzókat is vehetsz. Ha tudod a megfejtést, megfejteted, és akkor sok pontot kapsz. Hát így dióhéjban ennyi. F1, F10 az a pánik gomb. Hát az azonnal kiléptet a játékból. Azt most nem próbálunk ki. Ja, a zenét egy kicsit megmutatom. Egyébként ez régebben ez híres volt, de ez mindenki ismerte, az összes géptelen ember szólt. És egész jó, aztán valami jazz számot kopintottak le, de ebben most nem vagyok biztos. De nagyon jól sikerült, és ugye ez még a hangkártya előtti időszakban, csak a PC hangszórójával. Ja. Na, ugye ezt kollokkal visszatesszük. Hallgass elő kicsit. Na jó, ennyi elég is volt. Hát itt van a programnak a leírása, ugye, hogy melyik billentyű mire való, hogy működik. Igen, közben időnként be is szokott szólni, tehát azért vannak ilyen jó kis szövegei. Azt majd később ebben is fogjátok látni. És akkor, ja, jó, Control Home Mode lehet indítani. És a lényeg, ami az akkoriban se volt nagyon ilyen megszokott dolog, de ez egy teljesen ingyenes program volt, de a szerző beírta a nevét meg a címét telefonszámával együtt, és ugye akinek nagyon tetszett ez a program, akkor az küldetett neki pénzt, vagy bármi, igen, ahogy kéri is, hogy viszont ugye az is benne van, hogy adjátok tovább nyugodtan ezt a játékot, terjesszétek, de ha tetszett, akkor amennyit gondoltok, annyit küldjetek rá. Hát ezt meg kéne keresni a szerzőt, hogy nem hiszem, hogy meggazdagodott ebből, de ezt ő meg tudná mondani. Na jó, most már tényleg játszunk, oké, legyen úgy. Ja, csúcstartók, hát ja, igen, azt, hogy írt, hogy el is menti a gép. Hát most akkor játszunk úgy, hogy mivel egyedül vagyok, csak egy játékos, mert ugye ezt egyébként lehetne ketten is, hogyha többen ülnénk a gépnél, de ez most nem így van. Szóval akkor most két gépjátékos lesz és én. Tehát kezdjük először. Másik, ez gépi játékos, meg a másik is. És szinte biztos, hogy veszíteni fogunk egyébként, ezt elmondom, mert
magasabb szinten, nekem sokkal erősebb a gép, de akkor játszunk. Hát személy, pörgessünk egyet. A zenét nem lakom vissza, mert akkor nem halljuk egymást. Hát legyen mondjuk egy S. Van benne. Oké, alakul. Na. Sajnos csak ennyi volt. Legyen M. Az is van benne. Akkor gyerünk tovább. Hát tényleg nem olyan kevés. Csak aztán a betű is legyen benne. Hát lehet, hogy valami kétjegyű, és akkor van benne egy S. Tehát akkor mondjuk, hogy kérni kéne egy Z-t. Csak most a billentyűzet kiosztás mi jönni? Most az Z-t nyomjam, vagy az Y-t? Y-t nyomjuk. Hát nem az kellett volna. Akkor itt a magyar kiosztás van. Na, legalább most már ezt is tudjuk. Elfelejtettem megnézni a DOSBox-ba, hogy van beállítva. Viszont úgy látom, ő se találta el. Akkor most jön vágópé, a másik. Az a vágópista lesz. Na. Ő viszont eltalált egy G-betűt. Na jó, hát ameddig nem mi vagyunk addig, akkor visszalakom a zenét, aztán... Na. Gyerünk. Pörgessünk valami jót. És kérjünk valami jó kis... Hát akkor még most legyen is tudom. Hoppá. Hát... Legyen mondjuk K. Az is van benne. Hát nekem még ötletem sincsen, hogy ez mi lehet. El vajon? Valamilyen László. Az biztos, hogy valamilyen László. De milyen László? En vajon van benne? Az nincs. Hát nem túl erős kezdés. Ebből már lehet, hogy tudni kéne. A nyugdíjnak is kevés lenne. Hát azért mondjuk az nem annyira. Az egész szépen fölgetett. Rögtön túlcsordulok, oké. De cél nincs benne. Na nézzük akkor. Ja, ez a headset, ez elég szal, de ez egyetlen még működik. Ez nem lesz jó. Azért. Felezőnél jobb lett, még jobb, mint a felező. Hát té sincs benne. Na. Hát W valószínűleg nincs benne. De lassan elfogy a mással hangzó. Hát lehet, hogy venni kéne majd magánhangzót. És akkor okosabbak lennénk. Gazember, vagy mi lehet ez? X nincs benne. Hát... Na, vajon ez mi? Hát... Vegyünk egy magánhangzót. A betű az tuti van benne. Jaj, nem mindegy érkezés betű van benne a programban, most már azt is legalább tudjátok. Hát ez még mindig nem. Mondjuk egy at vegyünk, az biztos van benne. Most már pörgessünk egyet. Nincs benne P. Nincs benne P. De lassan elfogynak a mással hangzók is. F sincs benne. De akkor mi van benne? Hát még van a Q, meg a V. Meg a H. Jó. Q az valószínűleg nem lesz benne. Hát akkor próbáljuk meg a H-t. Így bemegyünk a nullázóba? Nem. H van benne? Nincs. Akkor már csak a V van. Na. Hát ez egy nagyon gyenge kezdés lesz így. Vaszlavik, hát én még mindig nem tudom. Hát ez meg mi? Hát akkor kérjünk egyet. Gazember. Vaszlavik, ez lehet? Hát, tényleg, igaza van, ez tényleg csak véletlen volt. Hát, ez jó. Hát akkor ez egy étel. Na. Hát, ha itt szerencsénk lesz, mondjuk egy M. Hát, nem úgy kezdődik. Veszek belőle egy új chipet, feltéve, ha eltalálod. Hát ebből nem fogsz. Hát, igazad van, tényleg nem kell.
Sós. Na. Sóska? Az lehet? Ugye, na, kérjünk egy kát. Na. Hát, valami sóska. De pörgessünk még egyet. Mi lehet? N. Az nincs. Igen, egyébként, ahogy majd megyünk ott fölfele, ott jobb oldalt, ahogy látjátok, ugye a gép az majd egyre okosodni fog, és... Most már az elején sokat bénázik, a végén viszont már valamikor két betűből megfejti. Hogyha a véletlenül hozzákerül. Hát, nullával való szorzás. Úgyhogy ott már azért jobban kell vigyázni, hogy többet gondolkodni a betűkön. Hát az elején még lehet itt nyugiba venni. Hát, nézzük csak. Hú, tényleg, ja, hogyha két jegyű betűk, igen, akkor még az ét azt meg lehetett volna nyomni. Hát mindegy, most már. De neki se jött be. De pé sincs. Főzelék, sóska főzelék. Nem? Próbáljuk ki? Ha az, akkor még van benne egy F meg egy L. Igen. Jó, hát akkor próbáljuk meg. Sóska. Főzelék. Tab. Igen. Ó, megy ez. Na és akkor most ez mi lehet? S? Az nincs. Csoport. Csoport. Ja, most lesz az, hogy biztos, hogy megfejti. Hát, hogyha nem ő, akkor majd a vágó Pista megfejti. Nekem még mindig nincs ötletem, de lassan elfogy a... Ja, de network. Mert most már elfogyott a magánhangzó is. Nem, de. Hát próbáljuk meg. Már más vázásunk úgy sincsen. És akkor már network. Na. Te vagy a fény az éjszakába, köszi. Hát akkor jelünk. Na még egy étel. M. Az nincs. Ja, és ugye... Magánhangzó vásárlásra csak a most pontok számítanak, tehát a szumba pontból nem vehetsz magánhangzót, azt... Nem áll tudni, tehát még hogyha szerettem volna venni, akkor se tudtam volna most még, ameddig legalább egy másra hangzót el nem találok. Hát mindegy, hát addig meg most én valószínűleg meg fogja már előbb-utóbb fejteni. Eddig szerencsém volt, hogy még egyet se fejtett, meg egyik gép se. Aztán már lehet, hogy ködökön keresztül szó sem hagynak jutni, hogyha egyszer átveszik a irányítást, ugye? Na, nézzük csak. Fatányéros. A devés arra gondol. Fatányéros, ez lehet? Nagyon úgy tűnik. De nem fejti meg, hanem magánhangzókat kér. Aj, de megfejti. Így, igen. Bassza meg. Hát... Abba inkább nem menjünk bele, hogy kihalakszik ide. Étel. Szervizesnek boldavaló. Hát innen most már látják a hátra is dőletnék, mert ki tudja, mikor kellett megint szóhoz. De minden legalább kipörget pár magán, vagy mással hangzót, az nem baj.
ez mi lehet? Még egy Y-on vajon? És akkor... Sonkás, valami sonkás. Alakul. Valami sonkás. Tudja, hogy sonkás. Jó, akkor átadja a másik gépnek. Ezért lehet, hogy jobb lett volna ilyenkor úgy játszani, hogy két emberre játszok. Sonkás, omlett, az lehet. Próbálj meg egy embetűt. Azaz. Akkor sonkás omlett lesz az. Ja, melyiként, hogyha nem találom ki akkor, akkor bukom az összes pontomat. Bár még most nincs sok, de összejött. Személy. És milyen rövid neve van? És személy nem gyors. És nincs benne T betű. Bassza meg. Ez egy jelbetű? Aj. Alkaida, vagy mi lehet ez? Ali G? Ja nem, Ali G nem lehet. L, Al, Ol. Hát hogyha nem ő, akkor a másik biztos meg fogja fejteni, de egyre még én vezetek. Hát, na, Al, mondom, hogy jól van benne. Nem. Nincs benne a betű. Hát akkor ez mi? Elgrec. Az meg ki? Elgrec, ó. Hát, ez ám a maszkós, vagy tőleket, ezt ki nem találtam volna. Na, élőlény még nem volt. Ja, bocs. Igen, egyébként ilyenkor, igen, lássak virtulosak, kezdve a belepiszkálsz véletlenül. K. Nem jött be. Ez van. Na, mindegy, akkor ezt is megmutatom. Igen. Ja, igen. Hát, ja, akkor a kocska ennyi beszólása van? Ja, ne nyújkálj bele. Ezért még egy kilobált. Hát, az igaz. Mit kért? X-et? Ja, X-et kért. Ó, felező. Nagyon jó. Akkor most megint én jövök. Élőlény. Valami egér. Nem? Egér, az lehet. Milyen egér? Nem egér. Akkor mi? Agár. Ah, bassza meg. Akkor agár. Valamilyen agár. Hát most megint ő fog nyerni. Milyen agár lehet ez? Egér az biztos nem, de agár az még lehet. Agár. Afgán agár? Az. Jó, mindegy, ő még eddig nem nyert, úgyhogy ez nem baj. Jó van, gyakorlok papíron egy kicsit, azaz. Még egy csoport. Nem baj, még én vezetek még mindig. Hát ez nem lesz ez már sokáig így, lehet, hogy ebbe a körbe. Kipörget egy nagyot. Azért. N. Ó, oh, az van benne. Vegyünk még egy jó betűt. Ez nem az egész jó lett. Csak most mi? Hát ez mi lehet? Viszont... És már nincs benne magánhangzó. Hát... S, T... Mi lehet? S mondjuk. Az nincs. De ha megfejti, akkor se csinál vele sok pontot. Bananarama. Hát ezt ki nem találtam volna.
Aki tud, az tud. Hát... Ahogy mondod, Egri. Egri János. Most nyert hangszórót. Személy. Alakul. Jó. Akkor megy a kevesebb pontoshoz. Belanulázóba. Hát, de hát úgyse volt pontja. Szívesen hajta végre. Hogyha meg én pörgetem ki, akkor ilyenkor ki szokta jön, hogy örülhetsz, hogy nincs semmit. Hát, M sincs benne. Nullázó. Rögtön a reset gombhoz nyúlok. Oké, akkor újabb próbálkozás lehet. Mondjuk S az már csak van benne. Az sincs benne. Hát akkor T, K, L, hát... Ez már az L. L az van benne. És ott a közepén. Nem áll, hogy N is van benne. Lássuk, neki van több pontja, csak roncson már egyet. Húha van. Nagyon húha van. És már csak magánhangzó. Nem baj, kérje magánhangzókat, legalább fejti meg gyorsan. Vecellio. Tiziano, ez valami olasz. Valami Tigó, az biztos. Na, szerintem most fogja átvenni a vezetést. És megint személy. És mi a rövid neve van neki? De innen már... Úgy, innen már profiban játszik. Szinte sosem téved. Azért... Aztán meg kipörget még egy betűt és megfejti. Ilyenkor azt szokta csinálni. James Watt. Én már tudom. Ugye, kér egy W-t, és van még benne egy S, de azt már nem várja meg, és megfejti. Ilyenkor már így nyomja, és most átveszi a vezetést. Ugye? És ez már nehezebb. Ott van benne egy A betű. Az utolsó sorban, azt tuti, mint a... Mint a nyúl. Mi lehet ez? B. Az is van benne. Azt a mindenit, és három is. Mi jó, hogy nem az 5000-es pörgetik ilyenkor. Na, azért. Na most, hogyha ő is elbassza, akkor még van esélyem. Egyszer. Addig minél több betűt kipörget. Mint a... Még egy ilyen sikapcsolok. Hát pedig most nem menné sokkal, akkor sem, hogyha sikerülne átvenni. De egy mint az tuti van benne. Többet tud, mint a tyúk, hogy mi ez? Többet tud a csibe, mint a tyúk. Azaz. Na így lehet sok pontot csinálni, csak ebben a körben nem jutottam szóhoz. De most ha megelőz a másik gépét. Hát most nem fog. És még egy szólás. Ez az csak van benne. Na hát innestől kezdve akkor vége van. Most megfejti három, vagy négy betűből. Nem. Nem túl jó a helyzet. Nem akarok osztani, jó.
bele a nullázóba. Engem meg bele akkor nem, a 10-nél megállsz. Jó, T az van benne. Nem. Mi biztos pörgetni kell, ennyiből nem lesz meg. M. Az is van. Akkor kérünk egy magánhangzót. Nem. Nem látja a fától az erdőt. Ezt muszáj megfejteni. Nem látja a... fától... Nem kockáztatok, mert aztán kipörgetek valami hülyeséget. Akkor vége van. Soha többet nem kerülök szóhoz. Fantörtékos, na azért! Hú, sikerült visszatenni a vezetést így a végén, ez jó. Személy. Felező. Nem. Jó. Jaj. Most mit kérjek? Hát, nem jött össze. Esbezzeg van benne. Ki gondolta volna, hogy az van benne? Es. És most meg is felti. Aha, és az át is veszi a vezetést. Átveszi? Nem biztos. És nem! És én nyertem. Nem sokkal ugyan, de... Na szóval akkor itt látjátok, hogy kinek a támogatása nélkül készült a játék. A véres október ruhagyja ajándékoként egy Denevérből készült bőrkabát. Azaz, jó. És akkor felkerültem legalább? Csúcstartókra? Ja nem, hát az hol van az még? De jó, megnéztük. Hát mindegy, akkor... Ennyi volt, hát... Ja, még... Mit tudom én, ja, demo 3-menten, azt én megmutatom. Erre kíváncsi vagyok. Bele is piszkálunk egy párszor. Ja, induljunk el a KH-tól, azt nem. Jó, akkor nem piszkálunk bele. Demonstráció. Hát akkor mi? Biztos megy tüntetni. Ja, kipörgeti azt, hogy szeretnéd, ha neked is így menne. Igen, hát nézzük meg, visszakapcsolom a zenét is addig. Meg lesz neki. Aha, duplázni fog. Ja, kapszokkal ki lehet a hangot is kapcsolni, de hát az... Így élő játékban ez nem zavaró, vagy hát így beszélés közben attól még engem hallotok. Úgyhogy azért nem is kapcsoltam ki. De hát akkor... Ja, akkor vége. Kilépés, komolyan ki akart lépni is. És még azt kírja, hogy ne felejts továbbadni. Nem felejtjük el. Hát akkor ez ennyi volt. Ez az első ilyen fészkemes gameplay videóm. Majd meglátjuk, hogy sikerült. Aztán lehet, hogy lesz még több is, lehet, hogy nem. Doszos játékokból még tervezek. De egyre ez most ennyi, akkor sziasztok!